Egy dologról kérdezlek meg, erről a jól sikerült találatról, ami itt a második fél időben volt. Szoktál ilyeneket lőni, de azért ez is a szépek közé tartozik, azt hiszem. Igen, hál' Istennek a több rossz lövés után végre most sikerült jól átállnom. Az első fél időben volt 2-3 próbálkozásom, az annyira nem sikerült. Azért a szünetben a mester azért biztatott, hogy ugyanígy csináljon tovább, lőjek bátran. Hát úgy néz ki, másfél félben sikerült. Azt hiszem, hogy első tét meccsnek ennél nem kell jobb, nem? Nem bizony. Ugye azt el kell mondani, hogy nem kaptunk gólt, ez elég fontosságú volt, emellett rúgtunk 2-t, de van egy kis hiányérzetem, mert a meccs alapján azért még 2-3 gól benne volt, de ne legyünk tehetetlenek, az első mérkőzésnek ez teljesen tökéletes. Békés Csabán, hozzuk ezt a játékot, az elég lehet 3 pontra? Hát szokták mondani, hogy minden meccs más és más, a Békés Csaba is teljesen más meccs lesz, de ott is saját játékunkat kell játszani, és ha tényleg ezt tudjuk hozni, mint a mai mérkőzésen, akkor úgy gondolom, hogy nem lehet probléma. Milyen volt ez a mai mérkőzés? Úgy gondolom, hogy ez egy jó mérkőzés volt számunkra. Hál' Istennek ugye nem kaptunk gólt, emellett ugye bár rúgtunk 2-t, de úgy érzem azért, hogy ebben a meccsben még számunkra azért benne volt egy-két gól talán. Emiatt egy kicsit csalódottak lehetünk, de ettől függetlenül azért szerintem jó volt ez a mai mérkőzés. Te találatodra, hogy emlékszel vissza? Hát Moha elrúgta a szabadrúgást, én érkeztem a kipattonra, aztán csak üres kapura be kellett passzolnom. Még egyet kellett volna valahogy berúgni, hogy nyugodtabban menjünk a visszavágóra, aztán majd kiderül, hogy mi lesz a folytatás. Most is nem érdemtelen nyertem meg a találkozót, első fél időben jobban játszottak, mint mi. Viszont a második fél időben a gyors kiállítás nagyon megnehezítette a dolgunkat, és amit egy kicsit úgy is érzek, hogy a lapofaltokra mi sokkal hamarabb megkaptuk a sárga lapokat, mint egyébként a hazai csapat. Tehát arra törvényszerű volt, hogy előbb-utóbb kiállítások bekövetkezni. Ennek ellenére fegyelmezetlenség volt a Fábio részéről, az a sárga lap, és ezáltal a kiállítás így megpecsételte a mérkőzés a sorsát. A Farkas Norbi is, hogy a kiállítás sorsára jutott, 2-0 lett a végeredmény. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy 8 játékossal olyan eredményt értünk el, ami nem jelenti azt, hogy a párhasznak egyetlen veszteség leszünk a jövő héten. Pici hiányérzetem van, megmondom őszintén. Az előbb említett okokból kifolyólag, de hozzá kell tennem, hogy mi még nagyon az út elején járunk. Mi most kezdtünk el építkezni, egy fiatal csapatot építünk fel, aki azt hiszem ma is bizonyította, hogy MB2 szinten biztos, hogy ugye színfoltja lesz itt az ország futballjának. Sok tehetséges játékosunk van, akik megkapták a lehetőséget, és úgy érzem, hogy tudtak is vele élni. A pici hiányérzetem az pedig a két kiállítás utáni helyzeteink kiadásából adódik. Én úgy gondolom, hogy ha egy picit jobban összpontosítunk, koncentrálunk, akkor ez lehetett volna egy nagyobb arányú győzelem is, de természetesen nem vagyunk elégedetlenek, mert mint az előbb említettem, egy fiatal csapattal vágtunk neki a tavasznak. Nekünk ez most arra fog rá menni, hogy ők minél több mérkőzést, terhelést kapjanak, minél több mérkőzést legyen a lábukba, és nyáron kell összeraknunk egy olyan ütőképes csapatot, amelyik versenyben lehet az NB1-es tagságért.